Franciaország és Németország újabb fegyverszállítmányokat jelentett be Ukrajnának a NATO Vilnius-i csúcs találkozóján kedden. A Német Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Berlin 700 millió euró értékű fegyverszállítmányt készít Ukrajna számára. Németország, amely az Egyesült Államok után Ukrajna második legnagyobb katonai támogatója, két Patriot rendszert, 40 Mörder típusú páncélozott járművet, 25 Leopard 1-es harckocsi, és 20 ezer tüzérségi lövedéket ad át, közölte a védelmi tárca. Nagy örömömre szolgál, hogy ma Vilniusban sikerült véglegesítenünk egy újabb katonai segélycsomagot, amelyel Ukrajnát támogatjuk az orosz agresszió elleni küzdelemben, mondta Boris Pistorius, német védelmi miniszter. Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy Franciaország nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákat szállít Ukrajnának. Úgy döntöttünk, hogy új, mélységi csapásmérésre alkalmas rakétákat szállítunk Ukrajnának. Fogalmazott Macron Vilniusban a mennyiség megnevezése nélkül. A francia államfő hangsúlyozta, fontos, hogy egyértelmű üzenetet küldjenek Oroszországnak Ukrajna támogatásáról, a NATO egységéről, valamint arról, az eltökéltségéről, hogy Moszkva nem nyerheti meg a háborút.